kiürült az a fogalom, hogy karácsony. Ma már csak egy üzleti akció, és inkább annak van jelentősége, hogy ebben a decemberi hónapban mennyit költ a világ arra, hogy ilyen-olyan árukat megvesz, holott nem kellene hozzá semmi, csak visszatérni ahhoz az egyszerűséghez, ahogy a Jézus a világra jött. A szalma jászolj egyszerűségéhez, és ott elmondani egymásért a szeretetből fakadó imánkat, és az jelenteni nekem az igazi karácsonyt. Most hozzáteszem még, hogy a legnagyobb és a legszebb karácsonyom mégiscsak a börtönbe volt, és ez 1957 karácsonya a Markó utcába, mert az a sok 28 ember volt egy 4 személyes cellába, és ez a sok fájdalommal élő, meggyötört ember ezen a napon csodával, határos módon emberré vált ott, és a semmiből teremtett ünnepet, ünnepi hangulatot. Szóval egy nagyon csodálatos, szép volt ez a karácsony, azért, mert nem volt semmiféle ajándék a karácsonyfán. Csak az emberi szeretet volt jelen a cellába. Ezért volt olyan szép.